Elnök úr bizonyára azt hiszi, hogy most a politikáról szeretnék önnel beszélgetni, viszont engem sokkal jobban érdekel a gasztronómia. A minap Péter Fiodit műsorát láttam a tévébe, ahol Judit belekontárkodott a főzéstudományba, és olajat öntött a mártásba. Valóban nem volt mérges? Nem, hát akkor újra kezdjük, hogy átalakítjuk. Hát szóval ez a két lehetőség van. Azért a legtöbben ezt úgy csinálják, hogy elkezdenek főzni, aztán ha valami mellé megy, akkor átalakítják az ételt. Egyik sztár szakácsunk azt szokta mondani, hogy egyébként nincsen rossz háziasszony, csak fantáziátlan. Ha bajba kerültél, akkor vidd el másfelé az ételt. Akkor ez egy kicsit hasonlít a politikához is, hiszen ott is el lehetne ugyanezt mondani. Hogy látja a mai politikai helyzetet? Hát nézzel, van egy nagyon pocsék kormányunk. Szerintem egy nehéz helyzetben lévő ország. És van egy egyelőre még az önmaga belső vitáival elfoglalt ellenzék. Ebben nekem könnyű a dolgom, mert mi vagyunk az egyetlen párt, amelynek nincsen előfeltétel az együttműködésre. Tehát nagyon könnyen, nyíltan tudok magával beszélni. Azt remélem, a józan ész ereje az előbb-utóbb mindenkit meg fog győzni, és lesz ebből egy kormányzó képességét bizonyítani tudó ellenzék. Mit tart most a legfontosabbnak a politikában? Hát két teljesen különböző dolgot fogok mondani. Az egyik, hogy hagyjuk abba annak a veszélyeztetését, hogy mi hogy Európában maradunk. Ez az ország ez nem ment volna semmi az elmúlt években, enélkül, meg egyébként is, hát lelkileg oda tartozunk, ahogyan maga öltözik, ahogyan én öltözöm, amilyen viszonyaink vannak, ezek európai kultúrához tartozóak. A mi kapányunk erre épül, Orbán vagy Európa. A másik oldalról mondhatnám majdnem magunknak szólóan, hogy minél gyorsabban megállapodni. Minél gyorsabban megállapodni, itt minden nap késlekedés. Ennek a mai fórumnak mi lesz a politikai üzenete? Egy kicsit most el is árulta nekem, hogy Orbán vagy Európa. Valós veszély ez, hogy Orbán Viktor kivezeti az országot az Európai Unióból? Illetve valóban probléma lenne ez, hogyha ez így történne? Hát én szerintem ez nem probléma, ez nemzeti tragédia. Tényleg azt gondolom. Sok száz éve a magyar progresszió azért küzd, hogy Bizánc és Párizs között félúton mi Párizshoz, Berlinhez csatlakozzunk. Hát nézze, ha valaki megnézi Merkel kancellár utóbbi napokban adott nyilatkozatát, az most már érezhet, hogy igen nagy a baj. Egyszerű dolgot mondok. Ne adja az Isten, önt elítélni egy magyar bíróság jogerősen. Maga hiába nem ért egyet a döntéssel, be kellene tartania. Itt nincsen kecmec. Magyarországra nézve elmarasztaló határozatot hoztak az elmúlt napokban. A magyar kormány erre azt mondja, hogy őt ez nem érdekli. Na ez azért nem megy Európában. Én azt gondolom, hogy ez olyan vörös vonal, amelyet ha mi átlépünk és a kormány nem fordul vissza, akkor erre valóban rámehet minimálisan az Európai Uniós támogatásunk, az dermesztően sok pénz, 1500 milliárd forint egy évben, végső esetben a tagságunk. Ami még engem érdekelne, hogy mi is ez a Mr. 20%, ez ma nagyon megmozgatta a médiát. Hát legalábbis a jobb oldal fantáziáját. Nézd, tessék elmenni Debrecenbe, kérdezzék meg, hogy mi a közkeletű neve a debreceniek között Kósa Lajosnak. Vita csak azon lesz, hogy Mr. 20 vagy Mr. 30%. Tessék megnézni, hogyan él Rogán Antal korábbi 5. kerületi polgármester. Budapest egyik legdrágább luxusparkjában, az nem jön ki a polgármesteri fizetésből. Körülrengi az 5. kerületi beruházásokat, a korrupció gyanúja. A letelepedési kötvényeket körüllengi az a gyanú, hogy végső soron mások mellett Rogán Antal a haszonélvezője. Tessék megkérdezni az ajkaiakat, most éppen Ajkán vagyunk, hogy egy átlag ajkai embernek, abszolút a polgármesternek van-e annyi pénze, mint például Lázár Jánosnak, hogy 4-5 éves gyereke nevére 70 milliós budai lakást vásárol. Azt hiszem, azt fogják mondani, hogy nincs. Erős meggyőződése az ország többségének, hogy ezek a fideszes urak lopnak. Őszintén szóval, nekem is a meggyőződésem. Korábban egyszerűbben vitték haza a pénzt, most már törvényeken keresztül lopnak. A különbség csak ennyi. Azt mondta, hogy nem szeret urizálni szemben a fideszes képviselőkkel ezek szerint. Nézd, az én életemben két luxus van. Nagy a pesti házunk is, vagy nagyon szép vidéki házam.
Ez kétségtelen, ez több, mint ami a magyar emberek túlnyomó többségének van. Ezen kívül járok egy 5 éves Skodával, öltönyt utoljára vettem magamnak 4 éve, és nagyjából 2 pár cipőt felváltva hordok ilyenkor teremtem. Engem ez kielégít, nem cserégetem a telefonomat, és normálisan élek. De az is igaz, hogy ez nem lemondás, nézze, én nekem vagy azért, mert tényleg egy szegény családban nőttem fel, vagy azért, mert nem kápráztatott el a pénz. Ugye úgy vagyok vele, hogy egy parizeres zsömlénél többet úgyse lehet megenni reggelire. Hát akkor meg mi a csutának a nagy erőfeszítés? Ígérem, nem tartom fel, és az utolsó kérdésem lesz. Az ön minisztersége alatt vezették be a 300 forintos vizitdíjat, ami bizony elég nagy felháborodáshoz vezetett. Hogy látja a mai magyar egészségügyet? Hát, szinte megoldhatatlan ez a dilemma rövid távon. Én el szoktam mondani a fórumokon, hogy ezt látom a legnehezebbnek. Ebből hiányzik az Magyar Orvoskamara szerint évente 600 milliárd forint. Hogy a nézők tudják, hogy az mennyi pénz, annyi pénz, mintha én most megígérném hirtelen egyszerre, hogy bevezetjük a 13. és 14. havi nyugdíjat. Hát azt mondják a nyugdíjasok, hogy a Gyurcsány sokat ivott, vagy elment az esze, mert annyi pénz a földön nincs. Na de ez meg kell az egészségügybe. Honnan vegyük elő? Én a vizitdíjat egyszer megégettem magam a dacárának, a többség ma azt mondja, hogy a Gyurcsánynak igaza volt. Na de hát mire megyek az akkor igazságommal? A költségvetésből csak kifizetni nem lehet. Az emberek nem olyan akarnak fizetni. Hát itt azért kell egy kis innováció, egy kis újítás, hogy legalább enyhíteni tudjuk ezt a zavart, és azt mondtam tegnap egy fórumon, hogy azt hiszem, hogy rendbe tenni az egészségügyet az legalább egy teljes ciklus. Ott hirtelen gyors változást elérni nem lehet. Végezetül mit üzen az ajkai választóknak? Lehet, hogy sokan elégedetlenek ajkával. Lehet. Nem probléma nélküli. De hát sokfelé járva az országban azt tudom mondani, hogy ez egy sokkal jobban működő város még mindig, mint az ekkora városainknak a túlnyomó többsége, különösen a keleti végeken. Böcsüljék meg és szeressék ezt a várost, és ha nehezen is, de próbáljanak itt boldogulni, és ne elmenni innen. Köszönöm szépen! Thank you.